Sziasztok, Zozok vagyok, folytatjuk tovább. A Witcher 3 végigjátszás, és azon belül is a Blood and Wine DLC-vel fogunk játszani. Jaj, fiúk, lányok. Kipihenjük a múltkori nagy harcot, jó? Jut is eszembe, hogy nem volt harc. Persze, hogy nem volt nagy harc. De viszont, van egy lakónk. Hát nem tudom, hogy majd mi lesz vele. Gondolom amúgy sokan ezt választottátok. Tehát gondolom én. Én is ezt éreztem helyesnek. Hogy nem megküzdünk vele, hanem megmentjük. És hát majd ki tudja, hogy mi lesz. Hát jó, természetesen ő sem volt hibátlan, de én sem vagyok hibátlan. Komolyan, az vesse, tudjátok, van egy nagyon jó mondás, hogy az vesse rá az első követ, aki nem vétkezett. Jó, lehet, hogy nem pont így van az a mondás, mindegy. Tehát, hogy én sem szoktam senkit sem bántani, természetesen vannak megbocsájthatatlan bűnök, de amúgy igen, tehát nem teljesen felesleges itt mást bántani, miközben ugye tudjuk azt, tehát hogyha van valakinek egy kis önismerete, hogy ő sem szent, én sem vagyok szent gyerekek. Nekem is megvannak a rossz tulajdonságaim. Oké, zsóké. Jaj, és itt vagyunk, de jó. Jó kis főzetmérgezésünk van. Mi lenne, ha aludnánk egy nagyon picit? Nagyon vagányul néz ki a kéró. Még ugye itt van egy páncélállványunk, ahova majd ugye fölrakhatok páncélszettet. Ez majd meg is fog történni. Nézzük meg, hogy milyen páncéljaink vannak. Itt a kis ládikóba. Nincsen zseblámpánk? Dehogy is nincs. Hogy vagyunk itt? Trófea. Na, ügyesen. Nincs olyan felszerelés. Sejjünk között, amit ide elhelyezhetnénk. Ő mi ez? Ő is megint trófea. Azt itt fogom megszerezni amit? Tehát létezik, hogy tényleg nincs nálam semmi? Még a ládikóban sem olyan trófea. Festmény felakasztása. De hát itt nincs... Itt a címerem van, nem? Igen. Vagyis hát a balzsom, bocsánat. Jó, nincs a picsú. Ez mi is? Ő mi is? Hogy került hozzám ez az ezüst kard? Mert nagyon jó értékei vannak. Jó, egyelőre nem, tehát egyelőre átrakom és nem adom el, ugye? Eladjuk, ezeket mind szerintem eladjuk, így van. Itt mik vannak? Ez mind tuszáni vértezet. Azt ugye mind eladjuk. A festékek semmit nem foglalnak, mind annyit súlyt, gondolom. Igen. Nézzünk ide föntre. Mert itt vannak trófeák, de hát gondolom nem erre a trófeákra gondolt. Gondolom én. Ú, de lassan akarta beolvasni. Tehát ezek mind nálam vannak. Jó, nézzünk akkor itt körül. Elsősorban a páncélszettekre gondolok, hogy mondjuk mi az, amit kirakhatunk. Ugye az a baj, hogy van sok páncélunk, de ami szedben van meg, az még nincs meg mindegyik. Tehát van itt nekünk egy macska, meg egy... milyen, várjátok, meg ott is van. Az griff páncél lesz a kisebb. Maradjon, vagy adjam el. Na jó, tehát ha majd megszorulok pénzem, most ugye megint 7000 aranyunk van. Aranyam van, bocsánat, nektek nincs semmi. hogy majd akkor elgondolkodom azon, hogy ezeket is eladjam. Amikre már igazából nincs szükség. Medvecsizmánk van, meg macska. Ugye itt már volt nekünk egy macskánk. Hatékonyabb macska páncél. Na most nézzük meg azt, hogy van-e esetleg... Aha, itt nincs macska nadrágunk, és kesztyünk sincs. De mondjuk, tehát értitek, tehát akkor valószínűleg, hogy egy macska dolgot kirakhatnánk.
Majd. De most ugye bármit, hogy csak hogy ott legyen valami, nem. Tehát ennél legyünk hozzáértőbbek. Oké. Hopp, leesett a fákja, kigyulladt a kéró. Nem is tudom, hogy, hogy mikor jött létre az első ilyen tűzoltó szervezet, vagy hát maga a tűzoltóság. Szerintem már a római birodalomban is volt. Aztán lehet, hogy ugye ez abban maradt. Gondolom a sok londoni tűzrésznél biztos, hogy megint létrejött. Ó, ennek utána kéne nézni, gyerekek. Ez most úgy fölrém lett, hogy ez úgy érdekes lett. Ó, még itt van fegyverállvány. Na, ide viszont rakhatunk valamit. Tehát ha már van nagyon sok kardunk, akkor az érdekesebbeket rakjuk már ki. Lássák azt, hogy aki ide bejön, hogy mi nem cécózunk. Semmi cicó. Ez is macska kard. Ez is medve kard. Ez is macska kard, remek művű. Az már talán ugye célszerűbb. Te mi vagy? Te nagyon jól nézel ki. Ó, és Griffkard, remek művű. Legyen akkor ő. Jó, ez a kettő. Nem akarok itt túl sokat nézelődni, mert... Gondolom... Ez azért sokatoknak unalmas. Hogy én itt hogy baba... Ház... Tehát, hogy építem a baba házamat. Oké, legyen akkor a remek művű. És... oda a föntire, meg szintén ugye akkor egy... Na, hát ennyi. Ennyi meg egy bombi. Ugye itt sem teljes a páncélszett, ha jól emlékszem, ugye a farkasnál. A Griffnél biztos, itt a farkasnál van az, hogy... Hát jó, igen, tehát csak annyi, hogy a remek művű. Az nincs meg minden ügyikből. Vagy inkább úgy mondom, hogy csak remek művű van. Tudunk vele beszélgetni? Na, tudunk vele beszélgetni. Jó, hát ez kiesz minket a vagyonunkban azért, arra figyeljünk majd Gerált. Illetve kedves háznagyom. A BB, vagy hogy hívják? Itt fönt... Jaj, nem akartam. Itt fönt végső soron... Festmények vannak. Tehát ez itt mondjuk már be van rendezve. Akárhogy is nézzük. Jó. Oké. Végső soron... Beszéljünk a háznaggyal. Azt a mindenit, ezt nézzétek meg. Ez túl sok. Ez túl sok. Végső soron semmi. Gwentezni lehet vele, de most nem akarok gwentezni. Ó, viszont lehet, hogy egy órácskát alszunk. Hány óra van? Hajnal van, akkor talán még jól is jön, hogy egy órát mondjuk alszunk. Nem mondjuk alhatunk hatig. Ez az. Megvan. Jaj, Gerald, ez... Gyorsan váltsunk pozíciót. És azt várjatok, nézzük meg, hogy... Akimarát elhasználtam, ugye nincs Akimar? De, mert úgy nézem, hogy... Hogy... meditáltunk. Sőt, ha jól tudom, akkor még pontunk is van. Egyelőre nem költöm el. Amúgy is ki tudja, hogy nincs esetleg jobb tanácsotok arra, hogy mit, hogy csináljak. Mi a francnak költsem addig el? Esetleg majd lehet, hogy veszek ilyen tisztító főzetet. És akkor ott meglátjuk, hogy mi lesz. Kézben tartva a mágikus, egyed és pitcher kardok növelik a jelek sebzését. A saját sebzés 50%-ával. Az azért nem rossz.
Árdiel, mik vannak még itt? Mutáció aktiválással. Jaj, majd a mutagéneket kell gyártanom. Majd mutagéneket kell gyártanom. Na várjatok, bocs, lépjünk vissza. Nézzük meg azt, hogy pontosan milyen mutagénekre van szükségünk, ugye. Nagy vörösökre például. Itt zöldekre, akárhogy is nézem, ugye? Hogy van? Zöld van. Ó, képesség pont 5 kell majd hozzá. Azt a mindenit, jó sok kell. Tehát még 4 kell. Húha. Akkor nem is tudom, hogy hogy osszam el a pontokat. Nagy vörös mutagén. Igen, tehát itt is akkor nagy vörös mutagén. Itt még semmit nem tudok megnézni. És itt sem. Vörös! Vörös kell. Látok, hogy tudunk rohanni, generál? Ja, itt így jó. Igen, mert sokat State of Decay-eztem, és ott teljesen máshogyan a futás. Azt mondja, használat. Szétszedés. Zöldet láttam meg, kéket. És oké, és akkor hol tudunk? Jaj, lehet, hogy ezt is célszerű mindig ide jönni. Jó. Tehát, hogy azt mondom, hogy szétszedés. Oké. Szétszedés. De hogy tudom áttransformálni? Ugye valami ilyesmi is volt. Nézzük meg az alkimiát. Oh. Cinnober. Húha! Ehhez most nekem nincs türelmem. Ó, itt... Érdekes, hogy... itt tudnám. Ugye, mi kell itt neki? Rubedo. Itt tudnám elkészíteni? Éter. Ott van Rubedo. Mi kell neki? Fehér sirály alkotó... A kémiai alkotó ellen. Például. Fehér sirály. Fehér sirályt? Hol tudnék csinálni? Hopp, ott, ez mi volt? Ez sok zöld. Ja, semmi. Ez mi ez a tisztok keverék? Ja, se ez meg nem az vonatkozik. Na jó, srácok. Most ez nekem nincs türelmem. Amúgy is 13 percet itt eltöltöttünk a semmivel. Gyorsan ránézek arra, de nem itt, hanem itt. Ránézek arra, hogy... Van itt valami a környéken, ami érdekes? Ugye nagyon sok kérdőjelünk van. Szerintem azt ráérek bármikor is elkezdeni, amikor így nagyon-nagyon unatkozni fogunk. Nézzük meg azt akkor, inkább. És itt a várjátok, a környéken nincs is nagy kérdőjel, ugye már? Ami itt volt a környéken kérdőjel, azt én már átnéztem. Itt meg... tömkelegeivel vannak a kérdőjelek, mint majd itt is. Jó, tehát akkor nézzük meg egy küldit. De ne akkor a fő küldit. Azt most egy picit pihentessük. Ha nem. Ó! Igen, ez is például érdekes. Na jó, nézzünk alulról fölfele.
Witcher megbízásoknál mik vannak amúgy? Lehet amúgy, hogy megint olyat kéne csinálnom, hogy a kisebb, tehát a leggyengébb kéne kezdenem, mert nézzétek meg, tehát így még hátha lesz valamilyen kihívás, ugye. Kincsvadászatnál. Jó. Igen. Lehet. És akkor tudjátok, ezek a végén, úgyis megcsináljuk, és akkor a végén nehogy ezek legyenek itt, ami hort unalmasak lesznek. Jó. Csináljuk meg őt. Hol van? Nincs messze, ugye te vagy az. Igen. Oké. Csináljuk meg. Van amúgy itt most mit tenni, akárhogy is nézem. Tehát, hogy itt a birtokunkon is. Ma gondolom majd... Nézzünk be ide a kerthez. Már megint le lehetne aratni. Meg ugye van a másik kert is. Nézzük meg a felszerelést. 194. Jó, ők akkor még jól állnak. A páncéljaink. Hú, srácok, lányok, az én kis falum az tönkrement. Egyszerűen élhetetlen lett így most télen a vidék. Nem tudom, hogy miért, de... tehát egyszerűen a rossz levegője lett az én kis falumnak. Mindenki össze-vissza tüzel, mit tudjuk, hogy mivel tüzelnek. És egyszerűen szörnyű. És odáig jutottam már, képzeljétek el, hogy én, mint férfi, növényeket fogok hozni a lakásba. Mert ugye nem lehet akármikor most már szellőztetni, amikor éppenséggel van egy kis luk, hogy nincs, nem kapsz füstmérgezést. És hát valahogy viszont akkor meg fenn kell tartani ugye a lakásnak a friss levegőjét, és erre semmi más nem olyan alkalmas, mint a növények. Majd veszek valamilyen légtisztító berendezéseket, de én egyelőre inkább azt mondom, hogy mind a kettő inkább. Tehát, hogy csak légtisztító berendezés, nem vagyok benne biztos, hogy jó. És viszont lehet, hogy a növények sem csak jók. Az a baj, hogy nekem ugye pici lakásom van, nem nagyon tudom teli nyomni növényekkel. De mindegy, tehát hogy erre adtam a fejemet. Tehát hihetetlen, és nem volt ez ilyen régen, tehát pár évvel ezelőtt biztos, hogy nem volt ez. Szörnyű, gyerekek, szörnyű. Nem tudom, hogy ki hol lakik. Pesten gondolom azért más a tényállás. Mert ugye Pest... Tehát a Pestnek is ötől függ, vagy Buda, Pest, inkább úgy mondom, melyik részén laktok. És gondolom, igen, ott is megvívjátok. Itt vagyok. Nem hozzád kell jönni amúgy, de mindegy. Heard you calling. Wanted to talk? I did. Borkereskedő. Deep in trouble of the spider kind. Need a maid with a broom, not a witcher. You fail to understand. These are huge, the size of pigs or dogs. Black and hairy, spewing webs. Not talking about spiders then, talking about arachnomorphs. Call them what you will. You must smash the rogues, will you? Those caves would be prime barrel storage were it not for the beasts. Jó, beszéljünk a fizetségről. First things first. Need to talk about my reward. Ugye egy picit az a vicc, hogy ugye nagyon sokat nem tudunk rajta nyomni, mert ugye ránk szól a játék. Mit tudom én, 150, mondjuk akkor legyen mondjuk 30 koronával, ugye emeljük ide. Nézzük meg, hogy mit szól hozzá. Látjátok, tehát azt nem értem, hogy minek van ennyi ilyen hosszú sávunk, ha úgysem. Teljesen felesleges. Jó, akkor legyen 175. Not far now. We find és minél bosszúsabb, akkor még nekem lejjebb kell vinni. Istenem. Jó, legközelebb akkor mindig le 60-ra.
És legközelebb csak 20-an fogok emelni, és akkor megnézzük úgy. Úgy. Arachnomorphs don't look much like bunnies, but they sure breed like them. Best nip the problem in the bud. I'll look into it. Jó, egyelőre nem követjük, hanem ide jövünk. Várjatok? Count, if I may, I believe Vilmar's in the right. There's no knowing what lurks in these wilds. I wonder if I can get a loan from Chelfinelli. And if I were to put up my... Lads, I find your concern touching, I do. Yet I've long awaited this day. So, you must forgive me, but I shall go through with it as planned. Ah, it seems my guide has arrived. Greetings. Greetings to you, White Wolf. I presume you saw my notice? Foolish question. You're here, thus you must have seen it. Vág az eszed, mint a borotva. Forgive me. I should introduce myself. Count Belladal, a great admirer of your deeds. Thanks. Not something we witchers hear often. But Count, sir, do you mean to go off with just this witcher? A right hardy fellow he is, no ponce, I'm sure. But your expedition's too risky on the whole. And not taking us with you, pardon my saying it, right daft. You exaggerate, Vilmar. I believe I can manage to survive half a day without someone there to wipe me arse in my stead. My guards lament, Witcher, but you must forgive them. Now, to get down to brass tacks. As you've no doubt gleaned from the notice, I've a rather extraordinary proposition for you. I'm a lover, Witcher, of nature. Mm. A devotee of the wild. And Toussaint is home to several species not encountered elsewhere. I'd like you to accompany me on an expedition whose aim is to... preserve them. Ah, yes. Naturally, you'll protect me should the need arise. My ever-vigilant guards, see, will report any reckless behavior to my wife if I get so much as a scratch. And then woe will be me. Tudna még ki vagy, mesélj még. Count Belladal? Famous poultry farmer, is that it? Well, that was my grandpapa. Dear man. But my trade is the wine trade. I import the finest vintages to Kavir, my homeland. The very reason for my frequent visits to Beauclair, during which I like to, partake of nature, let us say. Really need a witcher to, partake? Got guards of your own. Take them, save some coin. I could, surely. But they too deserve a bit of rest, relaxation. Right, lads? Besides, I've plenty of coin. Coin that needs spending. Who dares stop me? Ah, so this is about a rich man, bored stiff, seeking thrills. There's also Clarissa, who... Vilmar, please. Who what? My daughter. I always return from my travels with some souvenir. Jó, hát gondoltam. She looks forward to them tremendously. But we did not meet to chat about my family. We must discuss our venture, must we not? Need some details before I can say. Ugye az a baj, hogy where are we going? What am I supposed to do? Ha ugye nem vállalom a küldetést, mert éppenséggel nincs hozzá kedvem, mert nem értek vele egyet, akkor megbukjuk a szintlépéseket. Preserve? Of this device, see, a peristysomach. It captures likenesses. A peristysomach what? It's like a movable megascope, capturing moments. Transforming them into illusions, based upon which I then paint a painting. So, you want me with you, looking at animals and flowers and... Well, that's more or less what it amounts to, yes. Except you will first have to track down the creatures I wish to capture. I know only the very approximate locations of their habitats. Well, and should any trouble arise... We'll have your sword at the ready, right? Hát, igen. Agreed. Jó, de te elvállaljuk, persze. Soha nem lehet tudni, hogy ugye, hát, hogy jó jót teszünk, vagy tehát, hogy jó küldetés lesz.
pretty unusual contract. Na, ugye ez egy ilyen hóbortos semmitmondó kis figura. And I'm prepared to pay a commensurately high fee. Don't mind if we actually talk about exactly how high that'll be first, do you? Why ever would I? Please, simply tell me how much you wish to receive. Geralt, mire adjuk a fejünket, te úristen? Na jó, hát akkor ő hajlandó megfizetni. Akkor nézzük, 250. Sublime! We've a deal! Nem sámli. Jó. Doesn't seem hard. Be glad to do something pleasant for a change. Sublime! In that case, here's your map. Biztos forrásból tudom, hogy Geralt nagy szerelmes a természet. Requests to several local hunters. They located the habitats of the species of interest to me and marked out their ranges on the map. Good thinking. It'll save us some time. Térkép. Lehet, hogy még jó is jön a térkép. Yes, let's. The light seems perfect just now. Lehet, hogy jól is jön ez a térkép. Jó, gyerekek, gyerekek, gyerekek. Olvasás. De hát gondolom mutatja nekünk. Seems I got the map, so I'll lead. Aha, igen, igen, tehát gondoltam, hogy mutatja nekünk a GPS pontocska. To admire the wildlife, preserve it, not watch them kill it in a fit of misguided fear for my life. What if the wildlife attacks us? Then we shall have no other recourse. I do not wish to be something supper for you. But as long as they remain calm, we've no need to provoke them. Aha, jó, várjatok. It's of the utmost importance to me. Kus. Látom, hogy sűrűn kell majd menteni. Mert... ott van ugye a Beledar grófnak ez a piros életerő csíkja. Tehát nem lesz egyszerű, majd figyelni kell. És gondolom ez is oda van kötve valahogy, vagy valamilyen szinten összefügg a nehézségi szinten. Jóra van amúgy. Ó, jó. Megcsináljuk. Hát, ha tényleg valami jó kis sül belőle. Kicsit megijedtem, hogy ugye hogy akarja ő megőrizni a természetet, hogy ilyen gombos tüde tudjátok szúrja, és akkor úgy. Tehát hogyha így ilyen képet készít belőlük, akkor annyira nem gond. Milyen messze van? Nézzük meg a térképet. Hogy siessek, rohanjak. Jó, annyira nem kell. Viszont a pár docok búvó helye. Jó. Ő van. Oda menjünk, az van legközelebb. Oké, Quenyel. Jössz utána? Gróf úr! Hát ott nem csak pár docok vannak, én ahogy nézem. Ott nem csak pár docok vannak, srácok. Jó, mentsünk egyet. Esetleg már belerakhatjuk a... pajzsot. Amúgy egész jó bevált az Igni, azt kell mondjam. Grunting, panting, something like a bear. Jó, hát szegény medvét akkor... No! What are you doing? Ja, várj, aj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 
Hol van? A csóka. Hú, de jó messze van, nézzétek meg, ő az. Mert ugye azt mondta, hogy mit csinál. Ja, de felénk jön ez a kis buta. Akkor csak meg kell küzdeni. Azt hittem, hogy azért mondja, hogy ugye, hogy mit művelsz, mert hogy hát ő is a természetnek ugye a élőlénye. De szerintem akkor csak úgy mondta. Szerencsétlen medvét meg kellett gyepálnunk. A Witcher érzék. És akkor gondolom, hogy nem az a cél, hogy megöljem őket. Várjátokat, menjünk valahogy ügyesebbek. Rakjuk el a kardot. Például. Tehát, hogy nem fontos nekünk harcolni velük, gondolom.
Nem tudom, hogy ez mennyire tudom majd véghez vinni. Egyáltalán lehet-e? Te mi a frincs fene vagy? Hát... Nézzük meg őt, bármint, hogy ez zajforrásokat próbálom most. A párducok. A párducok azok... Azok nem a föld alatt vannak, nézzétek meg, tehát ez most mi? Érdekes. A párducok, ha valahol is vannak, hát akkor a földön, vagy ugye a fák. Hear that? Panthers. Frankly, I did not hear a thing. Clearly, your senses are far more acute than mine. I must rely on them. Jó, na jó, de hát... Tehát az, hogy legyőzöm őket, vagy megölöm őket, az... Az mennyiben jobb nekünk? Az mi az a kék ottan? Valami gondban vannak a párducok? Snares. Looks like they were hoping for a bear. Panther got caught instead. Look, comb. Will you help the mother? Give it a shot. Gotta comb her first. Might get a lunge at us otherwise. Brilliant. You freed her. A superb image. Jó, hát reméljük, hogy a párduc... Ki mit tettél? Várjál! Ja, hogy nyújtasd meg a párducokat! Ácsi! Nem! Gered, rakjuk már át Axira, az Isten áldjon! Jó, még jó, hogy ránéztem oda oldalra, srácok. Jó, oké, tehát akkor megvan a feladat, ugye itt, ami lehet, hogy én próbáltam is őt akcival lenyugtatni, de nem igazán jött össze. Jó, fú, de jó, hogy rápillantottam, hogy nyugtassam le a párducokat, azt a mindenit. Jó, akkor most már nagyjából tudom, hogy akkor mi lesz a... Got pretty broad interests for a man of the city. I suppose I dabble in my share of things. Wine, nature, painting. I imagine the life of a... Jó, és akkor nézzük... Oj, basszus, bocsánat. Nézzük meg, hogy melyik van hozzánk legközelebb, és úgy csináljuk. Hát akkor ő. Ó, ott van egy kérdőjelünk is. Jó. De egyelőre ezzel. Százlábúak. Jó, ő is van kijelölve. Szipi-szupi. Hú, gyerekek, tényleg. Never boring though. I for one cannot fathom only ever consorting with the same creatures day in and day out. Got a wife? Yes. What's that got to do with anything? Nem, maradjunk Axinál. Most nem pajzsozunk. Just asking. Na, de jó, hogy oda pillantottam, hogy most mit csináljak. Hirtelen nem jutott volna eszembe, hogy Axval le kell nyugtatni. Gondoltam én, tudjátok, hogy hálás lesz nekünk, hogy kiszabadítjuk. De hát nem, a vadállat az vadállat. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz százlábúnál. Ó, hallok valami mozgolódást. Nyuszi-muszi. Hallok valami mozgolódást, de... Százlábúak...
Aha. Ó, itt még hallok Pelducot is. Messzebb. Ó, ott van. It's those centipedes, giant underground tunnel burrowers. Make a distinct sound. We can use that to track them. Akkor követjük, gondolom, a hangforrást. Súpka-dúpka. Gyerekek. Ott lesz valami? Itt fog kibukkanni? Aj, meddig megyünk már? Jó keményen fúrja az alagutat. Ó, közel lehet a fészek. Ott van szembe. This vantage point's no good. I shan't capture a good image from here. All right, wait. We'll find you a better spot that's safe too. Tread lightly. Giant centipede sense the softest sounds, the lightest vibrations. You wake one up, it wakes up angry. Ahogy nézem, mindegyik magaslat. És mindegyik szikla. Nem tudom, menjünk el akkor ide. Keres olyan rejtek helyet, ahol rálátsz a tornyáinkra. Ez az? Seems like a safe spot. Safe, perhaps, but it offers no view whatsoever. Miért? Fine, we'll keep looking. Miért? De az meg nem lesz jó. Tehát az alacsony az nem lesz jó. Akkor menjünk oda föntre. Ide. És itt nézzük meg. Hol vagy? Na, ez talán már jó lesz neki. Here maybe. Distance seems right. Light's not bad either. Yes, this will work perfect. Jó, és ugye magaslaton vagyunk. Tarts... Ja, hogy várjuk a grófra. De miért? Mit csináltál eddig, öcsi sajt? Nem is figyeltem amúgy, hogy hol kolbászol ez a hülye gyerek. Hát gyere már ide. Can you lure them out? Give me a minute. Need to think. Vibrations. Gotta send some through the ground. Try tossing a bomb or casting a sign. You watch out, don't get any closer. Vagy jellel, árd. Ami gyerekem eszembe jut, srácok. Hol vagyunk? Itt vagyunk. Menjünk át axira. Jó. Akkor húzzunk is. Most ugye nem az a célunk, hogy elpusztítsuk őket. Na de akkor gyere. Beszélgessünk. Na ez az. Jó. Gondolom a bomba az nagyobb kárt csinált volna. Positively exhilarating. Thank you. I've one more request. Ez lesz a legnehezebb küldi, fogadjunk. Van egy olyan érzésem. Apparently a flock dwells not far from here. We can go. Just don't count on peeping at them while they mate. Season ended a month back. Oh, that's terrible. I so wish to capture their splendorous tails in full bloom. Is there nothing you can do if they prove uneager to present? Perhaps challenge them somehow, goad them? What did you have in mind? Don't have a tail myself, and I'm not likely to sprout one anytime soon. My thoughts were more along the lines of Witcher magic. They say you can exert influence over lesser creatures. Yeah, guess I can try. Can't promise you anything, though. Splendid. Consider me contented. I cannot pinpoint the flock's location, but a hunter I know told me a few likely spots. I'll mark them for you. All right. Let's go find some peacocks. Jó.
Ó, gondolom berakta. Oké, csináljunk egy mentést. Oksa, és akkor nézzük meg a térképen, hogy hogy is néz ez ki nekünk itt. Pávanyom, az is gondolom, és ugye akkor az is. Hát akkor a legközelebbit rakta be megint alapból, és akkor mehetünk. Jó. Hát, ez ilyen, inkább ilyen szórakoztató küldetések ezek, akárhogy is nézem. Melyiken vagyunk? Igni, maradjunk a Axin. My daughter is rather fond of them. There will be a treat for her. We're close. Eyes in the back of your head. Hátul is legyen szemed. A százlábú. Itt van! A feather from the rump, coated in suet. Cock shed it recently and the suet's got a distinct scent. Milyen hangja van? Be able to track the flock. A witcher in action. What a treat to watch. Cica. Nem tiszta, mint a nyávogás lenni. Mármint amikor ugye párzanak a macskák, van egy csúnya szor, egy bakzanak, akkor valamikor ilyen hangot a hallatnak. Nem pontosan ilyet persze, de hasonló. Fölvehetjük őt is? Vegyük föl. Hát, ha jó lesz majd valamire. Érdekes, hogy nem lehet őket hallani. Ott is egy pávattól. Gondolom ez inkább az, hogy jó nyomon vagyunk, hogy itt a pávattollat itt elhullatja. Ott is van, amely távolba. Hear that? They're calling to each other. Ott lesznek. We're getting close. De ne, ha, ne rohanj előre. Na, milyen közel menjünk már. Mit kell csinálni? Kövesd a pávák nyomát. Bármi info, akármiről, gyerekek. Várj, míg a gróf végez. See what I can do. Find a good spot. Ready! Use your magic, Witcher! Ah, ott van ő. Megvan. Csináld! Megvan. Többet is meg kell axiznom. Nem fuss el, picim! A puci szeret téged. Hol van még? Jó, tehát kettő, még hol van még egy? Ott van távolban. A puci elkapott. Megvan? Nem, nincsen. Jaj, meg eltűnt. Most megvan. This will be your masterpiece. Jó, menjünk ki a képből. Giant centipedes. Damn it. Where did they come from? Has to follow us. Get back. Öld meg az óriási százlábút, akkor van. Százlábú ellen ugye az axi kellett, jól tudta, jól tudom. Ja nem, megvan a Irden. Az Irden kellett. Ah, jól tudom, ugye?
Jó, bocs. Nézzük már meg, mi elfelejtettem, gyerekek. Százdábúakat. Dragonidók, itt rekedtek. Elfelejtettem. Rovarfélék. Óriás százdábúak. Rovarolaj. Írdem. Jó, rakjuk be a rovarolajat azért. Felszerelés. Ott van. Oké. Okay. Ja, és a hasát kell ütni. Hol fog eljönni? Itt? Az néni kérdett, de hamar elmentél. Picsába. Ott van. Jó, ennél ügyesebben kell csinálni. Itt van itt. Azt a... Minden itt már! Hagyjatok már! Picit! Na végre! Gyerekek, de sokat szenvedtem. I believe I've had my fill of excitement for today. Jól van, és akkor vége? Vagy még lesz valami? Sőt, lehet, hogy még több küldetése is lesz majd. Get everything you wanted? Yes. In that case, time to get back to your camp. Lehet, hogy ez ilyen küldetés sorozat lesz. Azt is el tudom képzelni. Returning your lord to you, safe and sound. You've our gratitude, master. You see, lads, there was nothing to fear. Thank you, Witcher, for looking after our dear count. Seems the jaunt did him wonders, breathed some new life into him. Wait here a moment, Geralt. I have to fetch my coin pouch. Pay my dues. New life? He was feeling down? Made no mention, did he? Nam. 10 years back, his last, Clarice is her name, took a spill off her horse. Been bedridden ever since. Cannot walk of her own. She'd been the life of the house before the calamity. A merry sprite what filled every corner with joy. Count would oft take her out on trips. She loved animals too. Excursions he makes now, or rather paintings he brings home. They's her only window on the wider world. Sorry to make you wait. I was dead chuffed to be able to observe you in action. To confirm for myself there that the tales about you were not exaggerated in the slightest. You showed discipline, reliability, responsibility. I dare say you'd make the ideal business associate. That's a shame you've no interest in the wine trade. Soha nem lehet tudni. One day, maybe. Your reward. Jól mondtam. Use it well. Thanks. I've one other matter I wish no, to watch. John Kemmy. In a few days' time, I shall exhibit my work for some friends, my coterie, so to speak. Would you come by? Persze. Igen, és gondolom, akkor ott találkozunk a lányával. Splendid. In that case, I shall see you at my lodgings. I'm staying with a friend while in Tucson, near a village named Francola. I'll be by. See you. Bár holnap, de elég is menjél a piknikre. Istenem, már megint. Így várni kell. És akkor van nekünk itt egy... Any tidings? Ja, jó, oké, ja, nem ilyen. Egyszerű. Szerintem álljunk neki, hát a 10 perc alatt végzünk. Ami azt jelenti, hogy... Felszerelés helyett küldetés... ez is majd érdekes lesz. Keresd meg François-t. Nem. Akkor az hol lesz? Másodlagosnál. Úgy van. Igen. Ő lesz.
Ez az itt is van. És akkor csináljunk azért egy mentés, gyerekek. Úgy, né? Voilà, és akkor... menjünk. Nekiállunk. Ha túl sokáig tart a küldi, akkor félbe hagyom. Itt most, hogy túl sokáig természetesen ugye úgy állunk, úgy kell érteni, hogyha most túl megyünk egy picit az egy órán, ugye az nálam nem gond. Kván. Ó, már hogy már itt is vagyunk? Oké, apuci, és akkor olajat. Jó, tehát gondolom maradhat ugyanaz, rovarolaj, ó istenem. Rovarfélékkel szemben be is van rakva. Jó, és menjünk... Na miért? Menjünk Ignivel. Húha! Hát ez azért ez egy durva. Ez egy durva esemény lesz. Jó, gondolom majd visszafele is lesz lehetőségünk. Gyűjtögetni. Ajjaj. Jó. De Ignin voltam, gyerekek, nézzétek! Ignin voltam, nyomtam, és pajzsot rakod be. Jó, készüljünk föl megint, hogy Kven, Igni, kicsit várjunk. Csába. Ne köpködjél! Nem szép dolog a köpködés. Úgy néz ki, hogy ebben az esetben jobb a páncél égetős Igni. Érdekes, srácok, ugye? Kván. Tehát mintha sokkal jobb lenne ez a sima Igni, a páncél olvasztós Igni. Úgy néz ki, hogy nem mindig jó ez a tűzcsóva. Na még. Kisebb kék mutagén. Oké. Kván. Vissza Ignire, és akkor menjünk. Hoppá, nézi mi! Jó, és akkor itt kaptam egy olyan tippet, hogy axi. Várjátok, miért nem ment át axira? Kis pokkal végeztünk. Rakjuk vissza a Kvent, azért csak jó ő, meg akkor axizzunk. Visszavonult a rohadék. Menjünk gyorsan utána. A hajt már megint többen lesznek, ó basszus. Akkor próbáljuk magunk után csalni a büdös pókokat. Ez az. Vissza, a Kven. Axi.
Hát azért elég kemények. Hallját, oké. De viszont így elég keményen le tudom őket rendezni. Miért csinálja ezt nekem most, ezt a kavarodást itt a jelekkel? Na nézzük, hol vagy? Jól van. Tér vissza a megbízóthoz, úgyis lesz majd. De egyelőre akkor körbenézünk. És mindent magunkével teszünk. Adjunk vissza Quenen. Hol volt még a pókok? Itt voltak. Jó, meg ott. Na, és átkutatjuk szépen a helyszínt. Jó alaposan. Ugyanoda fogunk visszajutni, vagy ez milyen rendszer? Aha. Ugye arra mentünk jobbra. Jávol. Jávol, várjatok, itt nem maradt el semmi? Nem, innentől kezdve mindent fölvettem. Jó, hát hogy gyerekek. Ennyi. Mertem remélni, hogy nem olyan hosszú ez a küldés, akkor... Végső soron megcsináltam két küldetést így a... videóban. Jó, egyik sem volt túl komplikált. Ah, habár az a... az a gyűjtős, az tetszett a grófos. Oké. Any tidings? All taken care of. Went inside and cleaned up. Thank the gods! And you too, of course. Na, és egész szépen kaptunk tapasztalati pontot. Hát jó, nem túl sok, de... nem is volt túl komplikált. Ó, lehet vele beszélni? Vagy beszéltük ezt vele? Nem, ugye? Not terribly long, to be candid. I apprenticed to be an alchemist, but proportions were never my strong suit. So I took to trading in wines. More pleasant, I must say. One drinks on the job and no one ever complains. Makes sense. And the world's always a bit more bearable on a buzz. Jó, szeretnél üzletelni? Hát nézzük meg, persze, nézzük meg. Maybe sell something too. Közben meg akár hiszitek, akár nem, a növényen gondolkodom, vagy növényeken gondolkodom, szóval növényeken, és... nézzük meg, mit lehet eladni, tehát hogy azért a növény az oxigént csinál, tehát ugye fotoszintézis tudja mindenki, meg ugye a növények is, hogy, tehát hogy oxigént termelnek, és ezért a szűrők nem hiszem, hogy alkalmasak rá, tehát mindenféleképpen kell növény, tényleg meg kell törni a hagyományt, hogy Zozokánál nincs se növény, se kis állat, semmi, meg kell törni ezt a tradíciót. Őt nem adjuk el, sőt, rakjuk úgy, hogy R szerint rakja be. A Viverbőr az nekem kell, nem? Igen, azt nem akarom úgy eladni. Vízeszencia kell, tehát ezek mind alkotó elemek. Ebből mondjuk elég sok van. Folytolidérc az úgy szokott menni. 30-at adjunk el neki. Mi van még itt, amiből gyanúsan sok van? Kísértett por. Valamennyit adjunk el, de ne sokat. Ja, hogy már nincs pénze. Oké, Zotya. Váó, van tisztító főzete. Gyerekek, veszek most egyet, aztán hogyha esetleg kell, akkor lesz nálam. Ő mi is? Ó, hogy ez az összes mutáció fejlesztésére. Ő is ezer, meg ő is ezer.
Mennyi pénzünk van? Van pénzünk Dögivel, de akkor egyelőre ez a tisztítófőzet legyen csak. Nem kell annyi, elég egy. Mi van még itt? Festék. Oldószer. Jó, más nagyon nem fogunk venni. Ó, ácsi, ácsi, ácsi. Vörös-kék. Nekünk kék-vörös kéne. Kék-vörös. Recept kisebb mutagén transmutátor. Kék-vörös. Zöld-vörös. Kék-vörös. A nagyobb. Ezt nem hiszem el, cápali. Te mindig rosszkor jössz. Akkor legyen ő. És van még a kisebb, nagyobb, és mi van még? Ez a sima. Várjál, hogy van? Vagy várjátok, hogy van? Tehát kék-vörös. A mutagén transmutátor, kék-vörös. Jó, akkor legyen ő is. Kék-vörös kell nekünk. Most egyelőre. Jó, viszont akkor adjunk el neki megint cuccokat. Hol vannak a kémiás cuccok? Itt vannak. Ugye ebből van nekünk még, várjátok, ez mi? Rozsvodka. Ó, nem kell nekem ennyi rozsvodka. Amúgy is találunk mindig. Mennyi ez? 78, mondjuk adjunk el 35-öt. Jó? Így. A kísértett porral kicsit óvatosabb leszek, nem a fele megy el, hanem mondjuk akkor legyen csak 20. A folytólidérce az már elment. A kémiai paszta. Ebből is nagyon sok van. De ő is kicsit óvatosabb leszek, és csak 20-at adok el. Sok kicsi sokra megy, nem kell itt mindent eladni egyből. Őt is szerintem eladhatom, mármint hogy eladhatok belőle, mondjuk legyen akkor... 25... Ó, nézzétek! Törzspiritus, nem kell annyi. És ha megveszi, kőkeményen. Hát, eladhatjuk. Törzspiritust ezért sűrűn szoktam találni. Jó, nézzük meg, hogy még mi van azért még máshol. Itt semmi. Élelem semmi. Semmi. Itt pedig csak a... rúnákat, rúnaköveket tudom eladni. Hát akkor azt nem. Nézzük még itt valamit az alkímiánál, srácok. Ami annyira nem fontos. Lidérc eszencia. Á, nem, nem semmi. Jó. Maradjon így. Maradjon így. Ó, nézzük meg az alkimiát. Alkaheszt. Üres palack. Ó, azért milyen jó, hogy van ilyen üres palackom. Cseresznyi is vodka, Nilfgaardi cirvodka. Nem tudom, hogy fontos a gyerekek. Jó, egyelőre ennyi kettő. Nézzük meg, hogy mit tudunk itt csinálni. Szerintem hiányzik még jóféle, tehát bomba hiányozhat, főzeteknél is biztos, hogy nincs meg minden. Tudom, a ördög fattya párlat, vagy mi a figyfene. Azt majd lehet, hogy majd megcsináljuk majd valamikor, mikor így nagyon unatkozom, vagy valami. Vagy a, nagyon az idegeiteket akarom borzolni. Jól van. Time I got back on the path. So long. Ennyi meg egy Bambi. Hogy állunk? Karakter. Na, lassan szintet fogunk lépni. Fenntartott róna. Tűzpatak. Hát a tűzpatakra már csak egyet kéne rárakni, és akkor ki lenne maxolva, de nem. Nem tudom még, srácok. Nem tudom még. Oké. Felszerelés. El lehetne majd adni, ugye?
Ja, és bocsánat, ne is ár szerint rakjuk, hanem most már típus szerint. Tehát itt ezeket is el lehet adni. Mennyi időnk van? Nézzük meg a világtérképet. Szipi-szupi. Erre gondoltam, igen, hogy itt van nekünk gyorsutazási poznánk valahol. Drink! Give me a drink! Ott. Ja, de nem jó, mert este van. Akkor meg viszont menjünk vissza a birtokunkra. Térj vissza Regishez, nem, hanem... Jó, hirtelen elgondolkodtam azon, hogy itt vagyunk ilyen kérdőjelek közelébb, hogy a kérdőjelezünk, de nem. Még mindig vannak érdekes mellékküldetések, és inkább lehet, hogy én aznak elnék neki, gyerekek. Még vannak ilyen érdekes mellékküldetéseink. Raj, merre van a ház? Na te, én vagyok a gazdát, húzz innen. Ez az. Nem hiszem, hogy bármi változott volna, ugye? Ezt nézzük meg. Nem. Csak ventezni lehessen vele, de nem akarok ventezni. Ő még mindig ott zabál. Jó. Jó, srácok, hát akkor ennyi, meg egy bambi. Ez az. Jó, tehát ennyi, meg egy bambi, ennyi volt. Most ebben a videóban. A következő videóban szerintem még megnézzük a mellékküldetéseket. Megnézzük még a mellékküldetéseket, hogy valami érdekesebbet kibökni. Hát ez a grófos, ez nem volt annyira érdekes. Mindegy, megcsináltuk. De viszont ugye tovább tudtuk pörgetni. Tehát lehet, hogy utána viszont megérdekes lesz a küldetése. Ugye? Hogy elmegyünk arra a meghívásra. És akkor azt, ott hátra lesz valami érdekes. Az lehet, hogy huha. Az legyen valahogy eszembe nekem. Jó lenne, tudjátok mi lenne? Na jó, hogyha ilyenkor a játék figyelmeztetne. Hogy öreg, van ez a küldetés, és menj oda. Ugye? De ilyen volt is nekünk a... Hogy kaptunk ilyen... értesítést a játéktól. Tehát lehet, hogy akkor most... a Blood and Wild-ba ezt megcsinálták? Tehát, hogy nem fogunk azért... elhagyni egy küldetést... mert hogy elfeledkeztünk róla. És ugye ki tudja, hogy... nem-e fogok róla elfeledkezni. Na jó van. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!